Idén március 31-én zárult le a civil tanács mandátuma. A szövetség tagjai titkos szavazással döntöttek arról, hogy kik képviseljék az öttagú tanácsban a Dombóváron működő egyesületeket a következő 3 éves ciklusban. Az elmúlt 3 évet összegezve talán nem lenne elég a műsoridő, hiszen annyi esemény történt, azért jól mutatja, hogy milyen aktívak a Dombóváron működő civil szervezetek, hiszen számtalan önálló programot alkottak, szerveztek, illetve szinte majdnem minden önkormányzati rendezvényhez közvetlenül kapcsolódtak. Dombóvár város önkormányzata fontosnak tartja az egyesületek működését, hiszen az elmúlt 5 évben a támogatások mértéke a duplájára nőtt. Minden egyesület közel azt az összeget kapta az idei évben, melyre igény nyújtott be. Természetesen kisebb-nagyobb korrigálásokra szükség volt. A következő 3 esztendőben további célunk, hogy a városban ténykedő egyesületek szinergiáját erősítsük, illetve fönntartsuk ezt a magas színvonalú együttműködést az önkormányzattal, illetve egyesületek között, amelyek az elmúlt 3 évben voltak. A városban működő 49 egyesület és az önkormányzat között a civil tanács az összekötő kapocs, ami együttműködés egyértelmű fejlődést mutat.